közepén, Magyarország szívében, Gödöllő a 18. század elején egy gyönyörű kastély épült. A kastély tulajdonosa gróf Grassalkovics első Antal volt, Magyarország egyik leggazdagabb főnevese. Grófi címét Mária Terézia királynőtől kapta, aki 1751-ben megtisztelte látogatásával Gödöllőt. Grassalkovics Antal három napos fényes ünnepséget rendezett ebből az alkalomból, s márvánnyal burkolt aranyozott szobában szállásolt el a királynőt. A nevezetes látogatás után tovább szépült a kastély. Grassalkovics Antal csaknem 4 évtizeden keresztül folytatta az építkezést. Az épület szárnyai között barokk kertet alakítottak ki, különleges növényekkel, labirintusokkal, szökőkutakkal és szobrokkal. Gróf fia, Grassalkovics II. Antal herceg építette a kastély nevezetes barokk színházát, amelyben német és magyar társulatok léptek fel. József és Erzsébet királyné rendelkezésére bocsátotta az épületet és a hozzátartozó parkot. A kastélyban a királyi pár kívánságai szerint rendezték be a lakosztályokat. Erzsébetét kedvenc virága miatt az ibolyaszín jellemezte. A királyné szobáihoz titkos csiga lépcső, fa veranda és kis előkert is tartozott. A kastély dúsan aranyozott díszterme a családi események, ünnepek helyszíne volt. Versenyeket, vadászatokat, a gelversenyt, galamblövészetet rendezett. A magyar lovasport színei a